Néhány évvel ezelőtt megnyerted a Beavis és Báthet című amerikai kultusz sorozatnak a, a castingját, és hangban eljátszhattad Beavis-t. Ismerted előtte a sorozatot? Ismertem. Ismertem a sorozatot előtte. Um, hát az, amikor meghallottam, hogy erre castingolnak, akkor ennek azért örültem meg nagyon, mert ez tényleg egy kult sorozat. Tehát már akár ha csak a képregényeket nézzük, még amik régebben megjelentek, de mindenütt a világon, mindenütt ismerték ezt a két figurát a maga furcsa tapló stílusával, és ebben a stílusban megfogalmazott, igencsak erős társadalom kritikával. Úgyhogy nagyon örültem neki. Volt egy másik tabu döntögető sorozat a fiúk a klubból, amiben az emettet szinkronizáltad, és volt egy-két olyan jelenet, ami már-már a pornográfia határát súrolta. Így a felvételek során ezt hogyan fogadtad? Egyrészt engem nem zavart, másrészt ez, ezek a felvételek e, egyáltalán nem éreztem, hogy a pornográfia határát e, súrolják. Tudni Lick egy fantasztikus stáb készítette őket, és pont az volt a céljuk, hogy ö, úgy mutassák meg ezt az egészet, ami ennek azok az emberek érzik, akik ö, benne vannak. Tehát nem guztustalan képeket láttunk, nem pornográf képeket láttunk, hanem fantasztikusan fotózott ö, jelenetek voltak. Ráadásul a színészek úgy játszottak, hogy ö, nem, nem az aktusról, hanem az érzelmekről szólt leginkább ö, az egész, kivéve akkor, amikor éppen a durvaságot akarta megmutatni, és az érzelem nélküliséget, de ezek a jelenetek viszont nem voltak, hogy mondjam, ebben meg pont arra figyeltek, hogy maga a hatása legyen ilyen a jelenetnek, és ott nem is mutattak mindent. Tehát a többi jelenetben sem, nyilván, de sokkal kevesebbet mutattak, viszont viszont a durvaságot más dolgokból lehetett megérezni. Engem abszolút nem zavart engem abszolút nem zavart. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy szeretted ezt a sorozatot csinálni. Ezt nagyon szerettem, az egész sorozat olyan volt, hogy úgy, hogy mondjam, összekovácsolta ezt a társaságot, aki csinálta. Kifejezetten vártuk már hétről hétre, amikor mind eh, hétfőnként volt a felvétel, és, és készültünk, és vártuk, hogy na most mi lesz, érdekelt minket, szerettük, a nagyon jó figurák voltak benne. Remek figurák voltak benne, mindegyik. Nagyon jó színészek voltak benne. Öröm volt csinálni. Mondjuk nekem uh, szerencsém is volt, mert azt hiszem, hogy ilyen szempontból a legnagyobb amplitúdóval játszó figura volt az enyém. Tehát a legszélsőségesebb akár a, a lírai részét nézzük, akár pedig a, a, a hajtű nagyasszony figurát nézzük, amit az emet időnként alakított, nem is időnként, hanem sokszor. Tehát nekem volt játékra a legtöbb lehetőségem, azt hiszem. És e, hát ez azért egy jó dolog, hogyha lehet játszani. Igen, mert amennyire én visszaemlékszem ott a többi nem úgy ábrázolták, mint ahogy a többség a melegeket elképzeli, hanem sima a hétköznapi embereknek. Mí hát hiszen, az ez volt, pont hiszen ez volt a célja ennek az egész sorozatnak, azt megmutatni, hogy de hiszen hétköznapi emberekről beszélünk. Volt még egy uh, sorozat a Lost, amelyben egy tudós játszott el, aki az időben visszautazott. Milyen érzés belekerülni egy ilyen népszerű sorozatba, amit ennyire hype-olnak? Téged is megragadott a Lostnak a világa? Igen, bár bevallom őszintén, hogy egy csomószor elvesztettem a fonalat. Tehát az időben össze-vissza ugrálástól már nem tudtam, hogy akkor ez most hol van. Akkor most ez hogy került ide? Miről van szó? Tehát nem volt könnyű követni, pláne, hogy mi a munka során soha nem a teljes filmet látjuk, hanem azokat a jeleneteket, amikben a figuránk benne van. Tehát így aztán igazán nehéz volt gyakran követni a fejleményeket, de természetesen jó dolog egy, egy kulcsorozat szinkronjának a részese lenni. Volt a Spektrumon egy dokumentum sorozat, ami különböző átveréseket mutatott be, ez volt a Spindlerek című, amit te naráltál. Hogyan emlékszel vissza a forgatásra? Esetleg láttál-e epizódokat a sorozatból? Mi a véleményed róla? Remekül kitalált sorozat volt. Szórakoztatóan is csinálták meg. Bevallom őszintén, néha leesett az állam. Amikor ezeket a végtelenül egyszerű ö, trükköket látom, persze volt köztük egy csomó olyan, ami ami nagyon komplikált volt, de hogy, hogy embereket mennyire egyszerűen át lehet verni. És itt ö, nem ilyen utcai rejtett kamerás felvételes átverésekről van szó, természetesen, hogy akkor jót kacagunk rajta, hanem hogy bizony a, a bűnözők hogyan dolgoznak, milyen módszerekkel. Verik át az embereket, és szabadítják meg őket a pénzüktől, meg az értékeiktől. Meglepő dolgok voltak benne időnként, és volt a sorozatnak olyan része, ami ezekről a kocsmai fogadásokról szólt, amik szintén ilyen átörések voltak, mert ezek inkább hasonlítottak már a kézátverés rejtett kamerás felvételeihez. De jó pofa volt. Egy éles váltás, a Kemendi szinkron szinkronrendező mondta, hogy voltak olyan színészek, akik a Fűrész című horrorfilm sorozatban való szereplést megtiszteltetésnek vették, mert ö, nagy kedvencik volt ez a film. Ö, te melyik táborba tartozol? Tehát, hogy te úgy látod, hogy ez egy guztustalan öncélú film, vagy te is szívesen szinkronizáltál benne? Szívesen szinkronizáltam benne, de Bevallom őszintén, hogy nem vagyok horrorra jomló. Tudom, hogy az emberek szeretnek borzongani, de engem ez a dolog annyira nem vonz, és lehet, hogy nagyon sokan nem fognak érte szeretni. Én időnként nagyon jókat nevettem ezeken a szörnyűségeken, azon, hogy hogy lehet ilyet kitalálni meg, hogy mi, mi tud ezen tetszeni valakinek. Megcsinálja az ember, persze, és jól próbálja megoldani, de nem vagyok ö, elkötelezett híve a, a horrornak. És hát van olyan munka, amikor nehezemre esik nézni a képernyőt, Munka közben pedig azért szinkronnál az nem árt. Mert az rendben van, hogy tudom, hogy ez egy film. És úgyis csak azt a részt látom. Tehát még csak az sincs, hogy hat rám a történet, és úgy reagálok rá. De azt a látványt, ami, ami undorít, ami guztustalan, azt azért nem szívesen nézem. És nagyon profi módon csinálják ma már meg őket, tehát nagyon valósághűnek tűnnek. A fűrész is nagyon naturalista volt, ha lehet így De. fogalmazni. Benne voltál még a a Hubikikét, Törpikét című régi rajzfilm sorozatból készült mozifilmben is törpójátszát játszottad el. Nem sok köze van a rajzfilm sorozathoz. Szerinted, hogy sikerült a film, illetve milyen volt ö, belebújni egy ilyen régi figurának a bőrébe, úgymond? Én szerettem a filmet is. Tényleg nem a rajzfilm sorozat történeteibe illeszkedik. Mm. Én nem úgy bújtam bele, mint a, az ismert rajzfilm figurának a szerepe, hanem amit ott láttam és hallottam, azt próbáltam meg e, magyarul visszaadni. És hát itt is jó a karakter, tehát jól lehet vele játszani. Úgyhogy nagyon szerettem. szinkronizáltál több anime sorozatban is, és ezekben az a közös, hogy háromban is te kaptad a legszemetebb karaktert, ez volt a Slayers, a Naruto és az Inuyasha. Egy időben én voltam mindig a búgó hangú főgonosz. Igen. tehát Igen. Ez... Mi a véleményed az ilyen jellegű filmekről? Sokféle van belőlük. Tényleg sokféle van az animékből. Vannak a nagyon egykapta fára készült filmek, és vannak olyanok, igazából én azokat szeretem jobban, amik sokkal inkább a, a régi legendákra hasonlítanak, és azoknak a szövevényes világára, azoknak a hőseire és a különös figuráira hajaznak, és azt, azt a világot próbálják a mai világban elénk tárni. Ez egy ö, olyan világ, ami, amiben én csak a szinkron révén csöppentem bele. De azt tudom, hogy a mangáknak és az animéknek hihetetlen rajongó tábora van, akik ebbe az egészbe olyan mélységek ássák bele magukat, hogy, hogy tényleg csak ö, elkerekedő szemekkel tudom nézni őket. Úgyhogy nem nagyon merek sokat mondani róla, mert biztos, hogy valami baromságot mondanék. Fölírtam még három színészt, akit nagyon sokszor megszólaltattál. Az egyik ugye Andy Serkis, akit a gyűrűk uta szinkronizálsz, és legutóbb a majmok bolygójában is téged hallhattunk. Ott mondta, effektelve lett volna a hang, ez nem tudom, hogy valójában így volt-e. Uh, uh, nagyon mélyen beszéltem. Lehet, hát nagyon mélyen beszéltem. <laughs> nagyon mélyen beszéltem. Azt nem tudom pontosan, hogy valamennyi effektet raktak -e rá, de könnyen elképzelhető. Uh, ezt a hangmérnök tudja megmondani. De én megpróbáltam úgy beszélni, ahogy, ahogy hallottam. Tehát uh, nem arról szólt a dolog, hogy fölvesszük a normális hangon, és utána effektel megoldják, mint ahogy a, a urában a gollamnál sem arról szólt a dolog, hogy effektel csinálták meg a hangot. Nem is volt hozzá effekt, amikor elkezdtük a szinkront, akkor a Márkus Tamás hangmérnök az amerikaiaknak írt is, hogy hát milyen effektet használjon a gollam hangjához, hiszen ő megkapta a listát, hogy az orkokhoz ezt, a nem tudom én kihez azt, tehát meg volt hogy mivel kell dolgoznia. És nem volt ott semmi a gollamnál, és rákérdezett, hogy hát azt hogy. És mondták, hogy sehogy, azt az Andy is csinálta, tehát a színésznek meg kell csinálni. Ismerted előtte a gyűrűk urát? Tehát Persze. A Persze. Ilyenkor megtiszteltelt is, egy színész. Hú, ennek nem? nagyon örültem. A gyűrűk az egy nagyon nagy kedvencem volt, borzasztóan szerettem kamaszkolom Úgyhogy uh, rettenetesen örültem neki, Pláne, hogy egy ilyen figurát, aki megint csak az, hogy ezek a karakterek azért is maradnak meg a, a nézőknek is, szerintem, mert e, különlegesek, és e, lehet velük mit kezdeni, lehet velük játszani. Tehát feladatot jelentenek, és ez az nekem mindig mindig örömet okoz, hogyha ha feladatom van, amit, amit nem könnyen oda tesz az ember, hanem amivel meg kell dolgozni, és amivel így aztán eredményt is lehet elérni. Tehát a urát azt meg, azt meg nagyon szerettem, nem is gondoltam, hogy ebből uh, lehet filmet csinálni. Tehát amikor meghallottam, hogy a Peter Jackson filmet forgat a Gyurikurából, nagyon kíváncsi voltam rá, mert elképzelhetetlennek tartottam, hogy egy ilyen. Uh, Hatalmas mennyiségből, egyrészt, ami jellemzi az egész ö, trilógiát, másrészt pedig egy ilyen pontosan, részletesen kidolgozott történetből, hogyan lehet úgy filmet forgatni, hát ugye meg kell húzni mindenképpen, tehát dramaturgiai szempontból hozzá kell nyúlni, hogy hogyan lehet úgy hozzányúlni, hogy ne hiányozzanak azok a részletek, amiket kihagynak, hiszen mindig mindenre épül valami más a történetben és ezt a Tolkien hihetetlenül pontosan és következetesen írta le. Emlékszem, hogy lenyűgözött, és, és, tényleg elvarázsolt a film, amikor azt láttam a vásznon, amit annak idején láttam magam előtt, amikor olvastam a könyvet. Nyilván ebben benne van az is, hogy annyira részletesen le mindent a Tolkien, hogy csak követni kellett, ez a csak, ez az iszonyatos nehézségeket okozhatott a stárnak, hogy azt kövessék pontosan, amire van írva. Megcsinálták ennek az előzményét is, a, a Hobbitot is ilyen nagyszerű filmnek tartod? Igen. Há, abban még volt egy kis külön plusz, hogy ebben az előzményben a Gollan figurája még egy kicsit más. Sokkal játékosabb. Sokkal játékosabb, még, még nem fordult át teljesen abba a fajta őrületbe. Itt se normális, persze, itt is kizofén is. De, de még nem fordult át teljesen abba az őrületbe, amit a gyűrű elvesztése okoz, hiszen akkor még az ő birtokában van a gyűrű. És így sokkal több játékosság van benne, felszabadultabb a figura. Úgyhogy. Borzasztóan szerettem. Itt, itt egy kicsit ö, színezni lehetett még azon is, amit előzőleg csináltam. Szintén egy pentezi világban játszódik a Trónokharca, arra Peter Dinklég nevű színészt szinkronizálod. Igen, csupa olyat mondasz, amit nagyon szeretek. Ennek örülök. A, 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 a Trónokharca kapcsán is olvastad a könyvet? Nem, az úgy volt, hogy elhatároztam, hogy el fogom olvasni, elkezdtük a munkát, és még mindig nem olvastam, és akkor jöttem rá, hogy nem fogom elolvasni addig, amíg nem láttam. Mert én elkezdtem nézni. Mert mi ugye csak annyit látunk belőle, amennyit a felvételkor, viszont érdekelt annyira, mert ez az egész világ elvarázsolt. És igen, hasonlít egy kicsit ilyen szempontból a gyűrűk hogy ez is egy nagyon komolyan és pontosan kidolgozott, kitalált világ. Úgyhogy. Elkezdett érdekelni, és nem akartam, hogy esetleg az befolyásoljon, hogy egy, vagy az, hogy ismerem a történetet, vagy hogy mást várok. Tehát, amikor vége lesz a sorozatnak, akkor elő fogom venni a könyvet, és elolvasom. Az elején még elhatároztam, hogy na, én most nekiesem, és végigolvasom, ami már megjelent, de aztán rájöttem, hogy nem, majd utána. És ezt a színész-múzi is szinkronizáltad. Fontosnak tartod, hogy ha már egy sorozatban, például te megszólaltad egy színészt, akkor későbbiekben is téged hívjanak rá? Ez attól függ. Nagyon jó dolog, és jó dolognak tartom, hogyha egy-egy külföldi színész megtalálja a magyar hangját. Mert a nézők elkezdik kötni hozzá ezt a hangot. Ugyanakkor van egy csomó olyan színész, akinek két-három ember is szokta a hangját adni, és nem tudom azt mondani, hogy csak az egyiket hívnám rá, mert, mert hogy mind a hárman olyan kollégák, akik remek színészek, és nagyon jól csinálták abban a bizonyos filmben. Az, hogy hát, pont a Dinklage, annak nagyon örülök mert ha az én hangomat hozzákötik, az nekem egy elismerés. Remek színésznek tartom, lenyűgözően jó színésznek tartom, aki ráadásul handikeppel indult az életben, és Magyarországon valószínűleg a büdös életben nem lehetett volna belőle színész, mert ránéznek, és azt mondják, mit akar ez a törpe, mit fog csinálni. A, testi adottságaiból kifolyólag nagyon sok vígjátéki szerepet játszott el, amik ezek az általános a törpe, a gnóm figurák, de azokban is tudott valami pluszt hozzáadni, és akkor fölfigyeltek rá rendezők, és elkezdtek másmilyen típusú szerepeket is adni neki, amik furcsák voltak. És kiderült, hogy ennek a hapsinak olyan mélységei vannak, tehát hogy minden ízében, minden porcikájában színész. És van egy elképesztő kisugárzása, ami elvarázsolja az embereket, még így képernyőn vagy filmvásznon keresztül is, és hát gondolom, hogy a, a való életben is így lehet. Kihívás őt szinkronizálni, vagy már kiismerted annyira, hogy tudod az eszköztárát? mindenképpen kihívás szinkronizálni, mint minden jó színészt. Nem lehet kiismerni az eszköztárát, mert nem sablonokkal dolgozik, és a legnagyszerűbb benne az, hogy úgy tudhatni, hogy gyakran azt érzi az ember, hogy teljesen eszköztelenül játszik, és Ettől gyakran sokkal hitelesebb is, amit csinál, mint hogyha a, az eszközpaneleket használná fel a felépítéséhez. Van még egy színész, akit az adatbázisunk szerint a legtöbbször szinkronizáltál, ő pedig Jet Őt uh -huh. milyen színésznek tartod? Mennyire jönnek be neked az ő fiamiai? Uh, hát tényleg nagyon sokszor szinkronizáltam. A legtöbb filmjében nem a színészi képességei domborodnak kifőként. Ha olyan rendező kezébe kerül, akkor azért előfordul ilyen. Volt, azt hiszem, hogy a Nyakörv című film. Az hátborzongató volt, ha tudnám, hogy ki rendezte nagyon jó lenne, de most nem jut eszembe. Az egy hátborzongató film volt. Abban is volt verekedés, meg ilyesmi, de egy egészen különös figurát játszott el, akit, akit állatként tartottak, és harc, mint egy harci kutyát úgy használtak. És ez bekerül, végül is megszökik, és bekerül egy barátságos környezetbe, amivel nem is tud hirtelen mit kezdeni. Na és itt kiderült, hogy azért azért tud játszani ez az ember. A többi filmben sem azt mondom, hogy hú, de rossz színész, csak hát nem jellemző a, a figurák különösebb összetettsége a szerepeiben. Kedves Balázs, kívánok további sikereket a munkához, és köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre. Én köszönöm szépen.